Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Így Élünk podcastjében. A mai vendégünk dr. Zaher Gábor, oxiológus, toxikológus Magyarország addiktológiai helyzetére egy kimunkássága munkássága okán talán a legnagyobb hatást gyakorló orvos, illetve az egyik leghíresebb Híresebb orvos talán az országban. Ez nagyon durván hangzott. Talán ez az utolsó, és ez a leghíresebb, <laughs> ezt én sose szerettem. Én azt gondolom, hogy ha, ha nem is a leghíresebb, de talán az egyik legjobban ismert, már abból a szempontból, hogy azért elég gyakorta szerepelek mondjuk a különböző médiumokban, mint ahogy ugye reméljük ezt a podcastot is mondjuk meg fogja nézni mondjuk 250 ezer ember. Reméljük, és akkor az már összengé. eljutott ugye negyedmillió emberhez, és azt gondolom, hogy talán ez, meg, meg a másik talán, ami szintén ide tartozik, hogy én azért viszonylag... Elég kendőzetlenül meg szoktam mondani tulajdonképpen a véleményemet, még akkor is, amikor esetleg mondjuk föntről, az Olimposzról, mondjuk néha olyan csúnyán is néznek rá az emberre, vagy esetleg kiraknak egy olyan táblát, hogy na most aztán nem, hogy egy mondatot, de egy szót se. Én megmondom őszintén, ezzel nem nagyon szoktam tulajdonképpen törődni, és elmondom a véleményemet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy ebben a podcastben is ez az őszintesség majd. Csapjunk bele. Kijön. nagyon szépen köszönjük. Meg annyit így azért zárójában hadd mondjam, mindig nagyon hálálkodunk a vendégnek, aki eljön, de ma szeretnénk különösen tényleg, mert ez egy ilyen kis kezdő podcastecsként nem titkolt célja, hogy felhívja a képzéseinkre, mentőtisztápoló képzés, az egészségügyi hiány szakmák képzéseire a figyelmet. Ez a YouTube csatorna alapvetően, ez is az egyik célja a podcastünknek, és tényleg nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt a kis löketet megadja most nekünk. Tökéletes örömmel jöttem, mert ráadásul ugye itt önöknél tanítottam is, egy jó pár évet, meg ugye annak idején. Úgyhogy ebből a, ebből a szempontból még így kötődöm is tulajdonképpen magához az egyetemhez. Ja, nagyon szépen köszönjük, mert hát ennek is örömmel halljuk. Jó, akkor így belevágva a lovak közé, nekem az első kérdésem az az lenne, hogy így. Ha az addiktor, az az addikciókkal kapcsolatban, a függőségekkel kapcsolatban szeretném kérdezni, egyre jobban elterjedtebb az az alternatíva, például Máté Gábor munkássága nyomán, talán az egyik leg. Ö, értem, jó, örülök, akkor jó, jó fele megyek, pedzegetek már egy húrt az elején, jó. Aki a, az, azt, mondják a függőségekről, hogy alapvetően nem a szubstanciának az eredménye a függőség, nem annak, hogy valaki elkezdett valamilyen kábítószert használni, hanem pusztán egy traumatikus gyermekkorból a feldolgozatlan sérelmek. Egyik eredménye az, hogy egy felnőtt ember, vagy akár egy kora felnőtt elmenekül egy olyan viselkedés, mint a felé, ami a pillanatnyi fájdalom mentességet eredményezi. Ez lehetne kábítószer, lehetne a vásárolgatás, ahogy például Mátel Gábor írja saját magáról. Munkaalkoholizmustól kezdve elég sok minden. Hogy mi erről a véleménye? A függő a hibás? Ez, ez alapján nem. Igen, ez részben igaz. De én úgy gondolom, hogy nem teljes mértékig, hiszen például, hogyha mondjuk megnézzük a kemikáliákat, megnézzük mondjuk az alkoholt. Ugye hát az alkohol viszonylag hamar még is merkedünk szóval olyan kis kamaszkorban az ember ugye már feszegeti a húrjait, kipróbálja, stb. És akkor rájön arra, hogy ez tök jó, hát ez oldja a feszültséget, oda merek menni az a kislányhoz, kicsit aktívabb tudok lenni, kicsit lazább tudok lenni, kicsit jobb fej tudok lenni. Függetlenül attól, hogy neki most volt egy traumatikus gyerekkor élmény, vagy nem volt, lehet, hogy egy tök jó gyerekkora volt, és, és tök pozitív dolgokból került ki, és ugye csak pozitív emléke vannak a gyerekkoráról, de belefutott még egy alkoholhasználatba, és az amúgy még egy 15 éves, mondjuk nem annyira nagy dumás, nem annyira bátor gyerek rájön arra, hogy hoppá, hoppá, hát akkor így én sokkal jobban és egyszerűbben tudok kapcsolatokat teremteni. És ebbe ő valójában belecsúszhat. És ugyanezt mondhatnám mondjuk más egyéb kemikáliákról is akár mondjuk egy altató akár mondjuk a klasszikus kábítószerekről, amiket ugye ebbe, ebbe a csoportba sorolunk. Szóval az, hogy ez valaminek a következménye. A következménye lehet az is, hogy egy kipróbálás. Mert az ember kíváncsi. És ugye hiába mondjuk azt, hogy kisfiam ne így el, kisfiam ne próbált ki a így. És ez nem, nem az, hogy már nekünk is pontosan ugyanezt ezt mondták, jó persze, akkor még ugye a kábítószer az nagyon-nagyon más volt, mint ami most, meg ugye az egész helyzet is nagyon-nagyon más volt. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy maga az a, az, a, az a story, amivel találkozik az illető, az, 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 lehet, hogy számára pozitívan jön ki, és akkor azt mondja, hogy hú, de klassz, meg hú, meg elszívtuk ezt a spanglit, meg, meg benyomtuk ezt az ekit, és akkor 160 BPM-el pörögtünk, és akkor ez tök állat volt, és hű, meg ha, meg ha, és, 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 és egész egyszerűen azt mondja, hogy neki valójában jó az, hogyha ezt csinálja, ami persze alapvetően nem jó, de valójában Ugye ilyenkor lehetne talán azt a kérdést föltenni a gyereknek, hogy oké, fiam, most nem az, hogy kipróbált, és akkor úristen, hát összeomlott a világ, és az holnap utántól ez már függő lesz a gyerek, stb. de mit adott neked? És ha erő azt tudja mondani, hogy figyelj, tulajdonképpen semmit, egy kicsit lazább voltam, kicsit jobb fej voltam, stb. akkor azt gondolom, hogy nem dölt össze valójában a világ. De hogyha ott tartunk, hogy például erre azt mondja, hogy figyelj, most tényleg el tudtam felejteni azt, akkor viszont a Ugye itt a Máté Gábor említett okok, ugye ott vannak, hogy benne van az a gyerekkori trauma, hogy látta a szüleit veszekedni, volt családon belül erőszak, elhagyatottság, vesztességérzés, fizikai, akár szexuális abúzus is. És nagyon érdekes, hogy például a, a, a tavaly egy újpesti középiskolában, egy tök átlagos újpesti középiskolában, szóval nem olyan, mint amit nem pár méterre van, ami azért az ország első 15-20 középiskolájában benne van ugye az itteni gimnázium, volt egy felmérés. 500 gyereknek küldték ki a kérdőívet, és 418 értékelhető választ küldött vissza, és itt pontosan ezekre kérdeztek rá, hogy például mondjuk hányan részesültek mondjuk verbális erőszakba, bántalmazásba, ugye, ami nem azt jelenti, hogy felpofozta megverte. Ez nem egy átlagos középiskolás? Ez egy tök átlagos ez középiskola, ez szóval nem az olyan, az amelyikből mondjuk innen nem fognak tanulmányi versenyeket nyerni, a gyerekek nem fognak 95%-ba tovább tanulni, és abból a 95%-ból 99-et nem fognak fölvenni egyetemre, Aha. és így tovább, és így tovább. Szóval ez, ez tényleg egy olyan, hogy oké, okay, fiam, most lett egy érettségid, aztán majd meglátod, hogy ezzel valójában mit akarsz kezdeni. És, és azért uh, itt azért nagyon, nagyon megdöbbentő eredményeket kell lehetett találkozni. A 20-30 között vannak ezek az értékek, ami ugye az elhagyatottság, az elhanyagolás, a szexuális abúzus, a fizikai abúzus volt, ugye, amikor tanúja volt esetleg a családon belül erőszaknak. Egyetlen egy olyan volt, ami egyszámégyű volt, a családok börtönben, ami 8 a ugye ennek a, ennek a, ennek a 418-as pozitívan vagy, vagy értéket, és az előtt, az magas. És, a, és az is relatíven magas magas dolog. Szóval azért egy nagyon-nagyon-nagyon szorongó világot élünk most, és ebbe a szorongó világba ugye egyre próbálják valahogy ezt az egész szorongásokat megoldani, ami nem feltétlenül jelentő azt, hogy ő most elmegy egy pszichológushoz, pszichiáterhez, és így tovább, hanem esetleg valami olyan, akár kemikáliához, akár valamilyen magatartásformához nyúlik, ahol megpróbál, ugye egy kicsit kivetkül, megváltozni, kivetkőzni valójában. Tehát akkor ön azt mondja most, hogy akkor ez a világ is most nyom minket jelen pillanatban a vállunkat, és egyébként Abszolút. ezzel egyenesen, nagyosan nő a használók Nem feltétlenül, nem feltétlenül. Most ugye ez megint érdekes dolog, ugye azt mondjuk, hogy kártyaszer használok. Most ez alatt mit értem? Azt, hogy minden nap elszív valaki három spanglit, Napon, vagy a háromszor szúr magának kristályt, vagy az, hogy hétvégén, mikor elmennek a fiúkkal, lányokkal, akkor erő kell egy spangli, erő kell egy eki. ha van rá zsé, akkor akkor ekkor egy csík kokain, és így tovább, és így tovább. Szóval azért itt, itt, itt az, azt gondolom, ezt úgy nagyon-nagyon helyre kell tenni, mert lehet, hogy a hétközben ő, 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 kerázik mondjuk itt, ebbe a középiskolába, innen néhány méterre, és tök jó eredményei vannak, és, és ugye most már benne van azért a, a, az abszem a fenekéből, hogy hát ugye hát érettségig mennyi van hátra, 7-7 van még összességében, és akkor ránk az érettségig. De most akkor hétvégén, most szombaton, most nem tanulok, most nem készülök, most elmegyünk a alberokkal és akkor most, most be fogok rúgni, esetleg szívok, és így tovább, és akkor azzal egy picit talán kiengedte magából a gőzt, és ez nem jelent azt, hogy ő bele fog ebbe a dologba csúszni. És akkor ez minden nem minősül, akkor akkor ez használó, vagy akkor de nem függő. Tehát akkor Há itt persze, van egy hát van a függő különbség. az az, amikor az életének a részét képezi, amikor ott van a mindennapjaiban, akár az, hogy ülök a gép mellett, és játszom vele 5 órát, akár a mobilommal, akár az, hogy elszívom, akár az, hogy felszippantom, megiszom, és így tovább, és hát, így tovább. Világos. szóval az, hogy így hétvégén alkalmi szerhasználóként kiengedi magából a gőzt. De talán erre az egyik legjobb példás, ez nagyon érdekes vizsgálat volt egy pár évvel ezelőtt, amikor megnézték azt, hogy a kábítószer használat és az iskolai végzettség között milyen összefüggés van. És? A legmagasabb az alacsonyan kvalifikáltak, akik még akár 8 általános vagy annál kevesebb iskolai végzettség. Utána ez csökkenő tendenciát mutat, majd az egyetemi és egyetemi diplomával rendelkezőknél ismételtem fölemelkedik, nem olyan magasra, mert a nyolc általános vagy az alatt lévőknél kb. 27 százalék, az életémi diplomával a bíróknál pedig 15-16 százalékra ment vissza. És ugye ez megint, megint alapvetően miről szól? Most gondoljon bele egy multicégnél dolgozó fiatalnak az életében, aki okos, értelmes, ott van a diplomája, két nyelven, három nyelven beszél, ugye ő bekerül ebbe a, ebbe a tulajdonképpen hát hogy is mondjam, csak darálóba, multidarálóba, ahol neki ott kell lenni minden reggel fél kilenckor, öltönybe, kiskosztümbe, nyakkendőbe, tárgyalás, stb. Ötkor ő milyen valószínűséggel fogja elhajítani a klaviatúrát, és azt mondja, hogy na, akkor én most megyek haza. Hát, a a világban nulla. Hát nem, de hát ugye még lehet, hogy hatkor meg hétkor is a bent lesz, meg nukdacu, hogy haza viszi esetleg a munkát, és ugye mert másnapra legyen az asztalon jelentés, mert ugye mit szeretne. Ő szeretne szépen majd följebb baraszolni, szeretnő is majd a harmadik emeleten saját irodában, nem az open office-ba ülni, szeretne három literes autót ugye a feneke alá esetleg, vagy titkár, stb. stb. Ezért nagyon-nagyon keményen meg kell neki dolgoznia. És akkor ő pénteken délután ötkor azt mondja, hogy elég volt, és akkor van neki két és fél napja arra, hogy piáljon, hogy szívjon, meg hogy dugjon. Ugye jól keres, mert ugye sok pénzt keres, hétközben el tudja költeni, hát mire hát reggel eljön, lehet, hogy elmegy reggel edzőterembe egy héten háromszor, az ebédet ugye hozza oda, ugye a futár, este pedig hazamegy, és valamit eszik a frigiderből. Mert mire hazaér, addigra már a bótok nincsenek is nagyon nyitva, és egy hétvégén lehet, hogy ő elkölt 150 ezer forintot arra, hogy az jól érezze magát, vasárnap reggel már ül a gőzfürdőbe, ugye méregtelenít, ugye? Mert hétfőn reggelség, ugye? Tehát ott Há nem tudjuk ízadni a méreket. Persze, de ugye? Tehát hát hogy ugye ez... elmegy, és akkor aznap nem, és akkor szaunázik, meg mit tudom én, megiszik 5 hát, liter narancslét, stb. 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 Mert hol kellene neki hétfőn reggel fél 9 Ugyan, ott, ott mert a lelkem a vállalatot illeti meg. És persze ez világos, most, ez nem egy... Most akkor nagyon érintett a kábítószer használatban, ez azért egy probléma, amit most tetszik. Igen, de az Igen, azért, mert hogy az... az előbb beszéltünk a pont azokról, akik csak így néha. Igen, de ez érettség... 15-16 százalék. Szóval azért ez ott, -16 ott 16. van azért az, aki, mit tudom, én hétvégén biciklire pattan és körbe bringázza a balatont, sütfőz nagymamához, elmegy ide-oda-oda. De azért, és persze ez a 15-16 százalék, ez mondjuk és ez most pici picit talán olyan hülye hangzik, ez nem feltétlenül mondjuk a, a, a mi tevődik ki összességében, mert ő hétvégén is ugye ott van, ő ügyelete, stb., hanem mondjuk egy jogász, közgazdász réteg, aki ugye hétvégén talán ugye kevesebbet, kevesebbet dolgozik, hogy jobban megengedheti magának, ugye, hogy hétközben, ő, ő lemeloszta azt a 60 óráját az alatt, az 5 nap alatt, akkor ő most akkor hétvégén ugye meg tudja magának engedni azt, hogy, az, hogy kiengedjen. Virágos. Most tetszett ezt mondani, hogy egy kicsit ez a, a szorongó világunk van, hogy az életmódunk így alakul egyre, egyre többször, meg ezt több interjújában is említette, hogy hogy mindenhol begyűrűzik ez a gondolat, hogy így félünk a jövőtől, félünk mindentől, Igen. ez nem tudom, hogy mennyire a technológiának összetett és mennyire nem. Milyen a, a kábítószer függőséget akkor azt tetszett mondani az előbb, ez nem annyira mélyíti talán, tehát nem nincs több. 20 ezer kábítószer függő van körülbelül Magyarországon. Itt, no, és azért... akkor, most, akkor viszont egy be az alkohol, akkor most miért, miért beszélünk külön mindig az alkoholról? Ez engem annyira érdekelne. Hát egy, tudom, hogy nem szereti a, a, könnyű, nehéz drog közötti különbséget. Abszolút, de nem létezik. Ugye nem szakma, létezik. Szakma, ez nem létezik. De erről, azért az alkohol egy jó erős kábítószer, az, az, igaz. Egy tudatmódosítószer, maradjunk ennyiben, inkább úgy fogalmazunk, mint kábítószer. Nem, ha bár elkábulunk tőle, hogyha úgy értjük. A, mi a különbség a tudatmódosítószer és a kábítószer? Igazából, Lajban semmi, csak ez egy nomenklatúra. Egy, ez hallott, hogy a köznyelvben, ezért hogy megy bele. Ugye mondjuk azt mondjuk, hogy kábítószer, akkor eszünkbe följutni a marihuán, a kokain, a és Igen. még sorolhatnám. Amikor azt mondom, hogy altató nyugtatószerek, amelyek hivatalosan, ugye ez, 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 a, ez, a, gyógyszercsoport jelentős része, ugye a pszichotrópszerek négyes csoportjában van ugye a törvény alapján, ami azt jelenti, hogy ezzel ugyanúgy vissza lehet természetesen élni, és hogyha ezt valaki mondjuk nem orvosi javaslatra szedi, vagy nem mondjuk kétszer egy milligramot szed belőle, hanem mondjuk háromszor mg milligrammot akkor ez kázi ugyanúgy a kvázi kábítószer kategóriába sorolandó. De az alkolt ebből a szempontból nem szoktuk általában ide venni. De miért? Pedig miért? Hogyha... Ez csak alapvetően azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy szokás kérdése. És... Pontosan azért, mert ez legális. Na Ezzel é... bárki, bármikor tulajdonképpen már, a betöltött a 18. életévét, visszaélhet, megvásárolhatja, használhatja. Lugat a haláléhajtól. És igazándiból... Senki nem fogja őt ezért börtönbe csukni, senki nem fogja őt letartóztatni, meghurcolni, és így tovább, és és így tovább. pedig ő csak alkoholbeteg. Na igen, és akkor ez nem fedel egy társadalmi problémát. Ugye van ez, a, hogy a valóság közvetítésére egyetlen alkalmas eszközünk, az anyanyelvünk. Most, amikor itt van mondjuk például a Donátusi kishegység, ott van mondjuk az Aranyhegy, így hívják azt a kisdombságot, ott vannak ilyen kis szőlők még, ott van egy Józsi bácsi. Józsi bácsira azt mondjuk, hogy iszákos, meg megissza a magáét. Azt Józsi bácsi hozzá, hozzáteszem, derilál azonnal, ahogy beviszik ja, a, kórházba. Persze. Mert Éjjjvan. ugye nem volt ő része 30 éve, csak hát minden. nap. iszik. De Éjjjvan. akkor Józsi bácsi valójában nagyon nehéz lenne belekötni abba, hogyha azt mondanám, hogy Józsi bácsi nem iszákos, hanem narkós, nem? Ö, igen, csak ugye ez a köznyelvbe jött be, de különben ez is egy érdekes És nem fedelünk el ezzel egy problémát, ezt akarom csak De érezni. tulajdonképpen igen, de ez pont olyan, mint azt mondjuk, hogy függőség, függő. Ugye, ha megnézzük a magyar értelmező kéziszótárt, ez a szó azt jelenti, hogy ragaszkodás. De mi, hogyha valakire azt mondjuk, hogy függő, gyógyszerfüggő, alkoholfüggő, koffeinfüggő, stb. stb., akkor eleve már ez egy negatív bélyeget fogunk tulajdonképpen ráragasztani. Pedig, hogyha megnézzük az angolt, az angolban legalább 7-8 olyan szó van, amelyik mind tulajdonképpen, ha magyarra lefordítom, függőt, függőséget jelent, de ha például azt mondod, hogy eddikt, akkor az eddiktre nem, azt fog, az nem azt értem az alatt, mintha mondjuk azt mondom, hogy dependent vagy hang on, mert ugye ezekkel teljesen más értelmezésbe veszük. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar nyelv szegény, de ezt az egész függőség szót, függő szónak, az egésznek az értelmezésére mi ráragasztottunk ugye egy negatív bélyeget, és ezt viszi tovább. Szóval azt senki nem szereti, ha róla azt mondják, hogy figyelj, te függő vagy, és most tök mindegy, hogy ez most szerencsejáték, TV sorozat, stb. stb. De ez egy, ez egy eleve egy olyan skarlátbetű, amit valakire ráragasztottunk. És ezt nem szeretjük, mert nem jól használjuk valójában ezt a szót. És most nem akarok itt ugye Kazinci féle nyelvújítóként, Nyugodtan. hogy akkor most találjunk ki valami új szót erre az egész, egész, dologra, hanem, hanem ezt azért alapvetően azt gondolom, úgy kellene helyre tennünk, hogy pontosan tudjuk azt, hogy ennek a szónak az eredeti jelentése az nem hordoz magába semmiféle negatív tartalmat. De a köznyelvbe úgy került bele, hogy ez gyakorlatilag negatív. Ugye a függőség függő, az az nem azt mondja, hogy jaj, de hát én függő vagyok hát, ez fantasztikus. Nem, ez nem jó. Ez, ez eleve már, ugye, ahogy mondtam, ez egy skarlátbetű jelent. És a hátrátja is ez a gyógyulás talán, nem? E, igen, mert e, alapvetően a skarlátbetűt letörülni nem lehet, ha bár azt pontosan tudjuk, hogy magát a függőséget egyiket sem tudjuk meggyógyítani, hanem ő, ő magába véve akár ez egy magatartási addikció, vagy egy kimészerhez függő lekció, azt tudjuk elérni, hogy valaki abszilenszer használó legyen. Szóval a betegeim, akik mondjuk hosszú éveken keresztül még a régmúltban mondjuk heroinisták voltak, nagyon sokan például ma teljesen normális életet élnek, akár a konzulensként segítőként dolgoznak, rehabilitációs intézményekben, anonim alkoholistáknál itt ott, és ő saját magáról is azt mondja, hogy ő függő, ő heroinista, de abstinens és most ez az abstinencia már tart, mit tudom én, 20 éve, és nagyon reméljük, hogy még el fog tartani 25-30 évig is. Világos. És ez Magyarországon talán ez, ez ebbe az irányba nehezebben mozdul el a köznyelv egy kicsit. Tehát, hogy itt azért, ahol virtus inni, ott egy kicsit nehezebb. Igen, meg szépen. hogyha valakire azért rálagasztottak egy bélyeget, és most gondoljon bele, mondjuk egy nagyvárosban talán kevésbé, de egy kis településen még inkább. Szóval az, az lemoshatatlan. Szóval egy faluban valakiről azt mondják, hogy az alkoholista, akkor kész. Még mondjuk itt a lakótelepen, most akkor is, tehát jó, akkor eltük, költözöm két utcával arébb. Ismernek? Nem ismernek. Azt tudják, hogy kérdő. Ráadásul ugye a nagyvárosban, Budapesten ez meg még inkább egy ilyen arztalan történetté tud valójában válni, szóval a nem fog tudni az ember megszabadulni. És pont ez a skarlátbetű, ami miatt az első kérdésemet feltettem, hogy akkor mennyire a függő hibáját, mert ezt most nagyon sokan feszegettik, hogy nem a függő alapvetően a hibás, de akkor az úr azt mondja, hogy azért ez egy összetette hát, folyamat abszolút. ennél. Hát azért bennünk van azért genetikailag egy csomó dolog, azért a függőségre való hajlam az örökölhető. És ugye ez egy úgynevezett poligénes öröklődés menet, kb. 27 olyan olyan, olyan, génünk van, amelyik felelős lehet, hogy a függőség kialakul. Ez most általánosságban is nem azt mondom, hogy szerencséjáték, kábítószer, stb. stb. Hiszen pontosan azt gondolom, az ember látja ugye azt a saját környezetében, hogy, hogy azért itt ebből a szempontból jelentős módon tudunk különbözni. Aztán ott van ugye az a szociális minta. Ugye én miben nőttem föl? Én ugye mit láttam? És azért például érthetően érdekes, hogy mondjuk, ha megnézzük mondjuk a szegregátumot, a szegregátumból a kitörésre, Ma mennyire van esélye Magyarországon bárkinek? Hát nagyon. Ő abban nőtt föl, ő ezt látta, ő azt látta, hogy mondjuk a anyuka szette az altató nyugtatószert, apuka volt, ő meg megveszi 200 forintért a biofüves cigarettát, és ugye van neki hatáltalános, a valkami munkákból él, seftel, stb. stb. És ebből a pszichoszociális gettóból való kitörésre neki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi a lehetősége tulajdonképpen. Részben van egy öröklött sors, ugye, hogy itt ugye a könyvben is lehet olvasni, részben pedig ott van ugye maga, ugye az a, az a fajta minta, amiben ő valójában ő benne fölnőtt, és ő ugyanezt a fajta értékrendet fogja valójában követni, és ugyanezt az értékrendet fogja az utódjának továbbadni, és így tovább, és így tovább. Tehát van egy ilyen társadalmi, ez egy ilyen determinisztikus környezet, ahogy alapvetően. Nagyon, nem is tudunk, tudunk nagyon, kijönni. nagyon, így van. És most, hogyha veszük mondjuk az egyetemistákat, sokszor azért azt is, hogyha megnézzük, az, is, az egyetem is lehet egy olyan daláról, mint amit az előbb tetszett a doktor úr, említeni a múlti. Hogy azért abból a szempontból lehet ez az egyetem daráló, hogy valaki bejön vidékről és elkezd bulizni. Először csak heti kétszer, aztán a persze, orvos -szerda. tök, tök más, tök más világba ba, ö, fog valójában berekerülni. De ma már, és bocsánat, hogy megint közbevágok, ez nem az egyetemen fog elkezdődni, ez már elkezdődik a középiskolában. Hát ez korábban kezdődik. Nagyon. És én ezt pontosan látom. Ö, nagyon érdekes volt, hogy a Tavalyi tanév utolsó napján engem meghívtak a Lovasi gimnáziumba, Veszprém. Ugye az is azért az a első húszba benne van. Szóval onnan azért a, a, a gyerekek százszerzaléka tanul tovább, a százszerzalék százszerzalékát veszik fel az egyetemre. Ezek a jövő fehér fehérgallérosai, akik ugye, tovább, ugye ők lesznek. És megkérdeztem az igazgatót, tök, tök jó fejfickó, hogy a végzős osztályoknak mennyi a tanulmány átlaga? 4,85%. Nagyon szar. 4,85? Nagyon. Miért? Hozol egy rossz jegyet, akkor ők egyből azt mondják, na, te rontod le az átlagunkat. Ja, hogy ez a... És ott a, a feleségem kislánya most fog érettségizni, Ilyen pontosan otthon látjuk már ugye a, ezt a learning epilepsy, én ezt csak úgy szoktam hívni <laughs> otthon, ezt a, ezt a fajta stresszt. Nekik 4,97 volt most az osztályátlaguk a Verespálni Gimnáziumban. És azért jött ez a versenyló. És, és múltkor hazahozott, talán egy fél éve, három éve Barbara egy hármast, a hát, bocsánat, ki nem szarja lehet hát, most kiavítja, hát, most összedöltettől a világ, nem dölt össze a világ, kitört a háború, nem tört ki a háború, beteg lett, nem lett beteg, és ott ült a gyerek a nappaliba, teljesen magáboroskodva, és az a mondat hagyta el a száját, hogy nem érek annyit, mint a többiek. És erre az ember azt mondja, hogy Basszus, na egy ilyen világot élünk ma. És ez ma már elkezdődik a középiskolába, ahol 11-ben előre leérettségíznek, megcsinálják az áróvizsgát mondjuk két nyelvből, hogy ne kelljen 12 az, már az, mellett. Az, az, azokat a nyelvet tanulni, hanem akkor még mit én, plusz 8 órája felszabadul, mert nem kell bejárni, és akkor tudja, tud tanulni a matekemeltre, a töri emeltre, a biológia emeltre, a felvételire, és így tovább, és így tovább. Mert ha nem vennék föl őket az egyetemen, azt gyakorlatilag tragédiának élnék meg. Abszolút, ezek a korábban kezdődik már ez a nyomásgyakorlás, gyakorlás. A, értelés, nagyon. És persze ez az, arra az újpesti középiskolára, ahol ez a 418-as értékelhető kérdői visszaküldés volt, valószínűleg nem vonatkozik, de mondjuk arra az első száz középiskolára, amelyik a rangsorban ugye ott van, és ezek a rangsorok, ezek mindig ilyen némi szubjektivitás is szokott azért bennük lenni. Ott azért igen. És azért, ez azért, ha belegondol, ez mondjuk nem sok olyan 60 ezer gyerek körülbelül. Mert ő azért megy abba a középiskolába, hogy neki meg legyen 11 az egyik nyelvből mondjuk a C1-je, a 12-re vagy még hamarabb ugye a másik nyelvből legyen meg, hogy aztán azzal már abszolút nem kell foglalkozni. Biztos, hogy ő tovább fog tanulni. Jó eséllyel nem olyan helyen, ahol mondjuk a ponthatár 312, hanem mondjuk a 430-440 vagy éppen még több, és bizony-bizony ezért nagyon sok mindent le kell tenni az asztalra, és nagyon sok mindent föl kell ezért áldozni. És ez egy szorongó fiatalságot teremt, ami miatt hétvégén elmennek, és akkor berúgnak, ezt és tenni. elszívják, és esetleg otthonról, ha nem tud aludni, akkor lenyújják anyától azt a 0,25-ös alprazolámot, és így tovább, és így tovább. Az is benzodiazepin? Igen, 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 igen. És, és pontosan ezért az ember úgy látja, hogy most ez a világ ez nagyon nem jó, jó felé halad, és akkor ez csak a tanulási szorongás. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy klíma, járvány, gender, megélhetés. Most gondoljon bele, hogy ide, mondjuk Pécsre fölvesznek egy fiatal, mondjuk mentőtisztnek, diplomás ápolónak, aki mondjuk innen 80 kilométerre lakik. Megoldható ez úgy, hogy ő reggelente bejár? Nem, hát 80 kilométert utazni, háromkor kelek, a fél ötössel indulok, beérek, este megyek haza, hazérek, éjfére, háromig tudok aludni, jaj, de jó. Mi van akkor, ha ez a gyerek nem kap kollégiumot? Mindenkinek tudnak kollégiumot adni? Hát nyilván nem. Nem. Na most mi van akkor, hogyha a család nem tud kifizetni mondjuk 40 ezer forintot, hogy valahol a lakótelepen béreljenek mondjuk egy kétszobás lakást, mert annak a bérleti díja mondjuk 160 ezer forint, és abból 40 ezer forint esik a gyerekre, mert azt négyen fogják tulajdonképpen lakni. Akkor mi lesz ezzel a gyerekkel? Akkor ő 19 éves korába gyakorlatilag egy kényszerpályra fog menni, mert hiába vették föl, nem fog tudni ide járni, mert egész egyszerűen nem lesz lehetősége egyszerűen anyagilag arra, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy de jó lenne, most ilyen tök jó idő van, mondjuk vége az isinek, és akkor itt kiülünk, megiszunk egy kávét itt mondjuk valahol, mert a teraszok már nyitva vannak. Nogdacú, megiszunk egy sört, és ha ezt nem tudja a család vállalni alapvetően, akkor a gyerek kényszerpályára fog menni, ott fog dolgozni a, abba a faluba vagy kisvárosba bármiként és ő egy megkeseredett ember lesz, mert nem lehetett bőle mentőtiszt, nem lehetett bőle diplomás ápoló, orvos, mit tudom én, bármi. És azért ez egyre inkább fenyegeti az embereket, hiszen azért a társadalmi óló egyre inkább szélesebben nyílik. Jó, persze azt tudjuk, hogy most családonként minden családban van 7 millió forint megtakarítás, úgyhogy ez nem lehet gond. Azt gondolom, szóval ez csak az én saját agyamban megszülető fikció, de ez a valóság, mert én ezt pontosan láttam nálunk ott a kórházba, ahol bizony az anyukának plusz négy műszakot, éjszakai műszakot be kellett vállalni ahhoz, hogy ki tudja fizetni azt, hogy az ő gyereke, aki 180 km arrébb lévő egyetemre vették föl, meg legyen az a plusz 40 ezer forint, amibe az, az albérleti, ti, ö, ö, a albérleti lakásnak a, negyedet tulajdonképpen belekerül. És akkor itt van még a gender szorongás, például, hogy megint egy érdekes, akkor a cyberbullying, ugye vagy a lágygyűjtés, az ezzel kapcsolatos szorongás, Szóval ma valahogy nem, nem, egy ilyen nagyon egészséges világot élünk. Úgy látom, ahogy így beszélgetünk, hogy mindig azt, mindig adajuk adunk ki, hogy alapvetően nem a... Tehát, hogy ez, mint hogyha lökné az embereket e a, mondjuk uh -huh. a szerhasználat felé. A szer alatt értem most az alkoholt, ugye ére. ezt tetszik mondani. De akkor alapvetően itt nem a szerhasználat lenne, ami kiemelendő, hanem a, az a lakosságnak az áltás lelki lelkiállapot. A mentál is állapotunk, higiénis. ami nagyon szar. Nézzem meg a közlekedési morált. Hát, hát te azt itt el... különösen Pécsen érdemes megfigyelni, igen. <laughs> jó, most az, hogy oké, okay, itt sorba az autók, ilyenkor nincs az, hogy kivágok, bevágok, elővágok, de hányan vannak autópályán a dugóba, elindul a leállósávon, mert neki baromira sietnie kell, bevág, büntetőfékez, szóval nem, nem, valahogy nem, nem, jó most, most ez a, ez a... És akkor még nem beszéltünk olyanról, hogy itt volt ugye a járvány, hogy megint csak Jócskán rádobott erre az egész dologra. És ugye a, a, a Davoszi Világazdasági Fórumon januárban ugye egy, egy jövendőbeli X betegség, az ott lebeg, Damoklész kardjaként tulajdonképpen fölöttünk, ami, amit nem tudjuk még, hogy micsoda, nem tudjuk még, hogy milyen tünetei vannak, de potenciálisan ő, ő benne van, és ugye itt itt ugye ő szegény, ugye nemrég nem, rég, nem rég elhúnyt professzor úr itt a, a, virológiai kutatónak a vezető, és a professzor. És ezt ugye többször, többször, ugye ezt az ászlót, ezt meglobogtatta, ezt a bizonyos X betegséget, aminél persze múltkor hallgattam ez az egyik előadásától, csak éppen hét olyan vírust sorolt föl, amelyik bármikor Igen. ugye itt berobbanhat, és nem 6,5 millió, hanem 650 millió vagy 6,5 milliárd ember halálát tudja valójában okozni. És akkor még nem beszéltünk tényleg erről az X betegségről, amit nem tudjuk, hogy micsoda, de lehet, hogy ott be van fagyva a jégbe egy vírus, amelyik annó kiirtotta ugye a föld lakosságának, már hogy akkor még nem volt ember, ugye az élőlényeknek a 98%-át, de aztán a jégkorszak során befagyott, és ha most ez kiolvad, és akkor úgy ránk szabadul, akkor hiába szereztünk tapasztalatot. Ugye ez erre racionális esély a, van, mert azt hiszem, hogy ez csak ilyen... Nem, ezt megtalált, találtak már olyan vírusokat például aztán Oroszországban, mondta, a permafrostban, amelyek szerencsére nem kórokozók, nem patogének, de eddig nem ismerte őket a mikrobiológia. És nem tudjuk, hogy mit rejthet valójában a jég hogy mi az, ami... Hát, és most nem kell itt ezekre az utópista sorozat, ugye a Lost of Us, cím, igen, Lost of Us című igen, sorozat, írtotta ki ugye az emberiség jelentős részét, hát most, ez, és ez már nem, nem feltétlenül kell, hogy ez egy fikció legyen. Tehát ez is bármikor itt. És melyik, mekkora, hogyha már ilyen irányba mentünk el, akkor milyen, mindig az az érzésem, hogy erre inkább a technológia által felénk áramló, megállíthatatlan információt tömeg az, ami elsősorban ezt a szorongást okozott. Tehát, hogyha most egy 50 vagy 100 évvel ezelőtt lennénk, akkor nagy emberek nagy részének jó, nem lenne podcastünk, de nem sokat tudnának az X-vírusról. Hát erről, arról, arról, hogy ez, 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 ön, hogyha már csak így ezekről a társadalmi lelki beszélünk, ez mit gondol, mekkora probléma, hogy mindenki minden információhoz hozzáfér, és mindenhez hozzá is szólhat. Igen, csak pontosan nem tudjuk értékelni az információkat, hogy melyikerek mennyire higgyünk, melyik mennyire valid információ. Akár még mondjuk egy szakmai információ szempontjából is, hát mit tudom én, most beírnánk azt, hogy orvosi marihuána, akkor valószínűleg az első 50-60 szájt az nem feltétlenül a, a klasszikus ö, medikális irodalomról szólna, ahol azt mondták, hogy csináltunk egy kettős vakontroll vizsgálatot mondjuk gyulladásos ö, vastagbélbetegségben szenvedőknél, és kiderült az, hogy ameddig használja, addig a betegség ugye teljesen jól ö, ö, kézben tartotott, de ha elhagyja, akkor ugye megint, megint ugye fel fog lángolni a betegség, ami azt jelenti, hogy igen lehet hatása, de hát ez tulajdonképpen belekényszerítheti az embert arra, hogy mondjuk kvázi függővé váljon, akár THC függővé, mert ugye a THC és a szintetus kannabinoidoknak van például pozitív hatásuk ugye ezeknek a gyulladásos bélbetegségnek. Szóval nagyon nehéz értékelni az hogy valójában minek is higgyek. Hát igen, ez a, talán az egyik legnagyobb kérdés. És ugye itt volt az talán az egyik legjobb én. példa, ugye erre itt az egész Covid és az oltások. Ugye a laposföldhívők, ugye, hogy az oltás így, én mind a mai napig megkapom, akár az online világba, és akár pedig időnként az utcán egy-egy beszólásból, hogy nagyilkoskám, ugye itt terjesztetted, itt, ugye, az olt, nagyilkoskám, remélem te már fölvettél 600 oltást, az beledög lesz, ő című mondat, és hiába próbál az ember racionális magyarázatokat adni, és itt például óriási nagy hibának tartom azt, hogy az oltásokkal, meg az egész járvány kommunikáció az Magyarországon nem az, hogy gyerekcipőbe járt, de szerintem még abba se járt, mert nagyon nagy csend volt, nem nagyon lehetett beszélni. És például nagyon érdekes volt ugye, hogy, hogy igen, azt el kell ismernünk, hogy az oltásoknak van szövődménye. Mert az a gyógyszer, nincsen hatás, annak hatása, annak mellékhatása sincsen, pont. Van rövid távú, és most nem az, hogy megkaptam, kicsit itt a meleg, meg egy napig talán ő sem volt, meg úgy borzongtam, meg itt ott, ott fájt, mert ez nudli. Persze szövődmény ez is, de hát ennek semmi jelentősége nincsen, de igenis vannak hosszú távú szövődmény, ez egyértelmű. Most nagyon érdekes volt, hogy az AstraZeneca oltásnál hogy fölmerült az, hogy ilyen trombaembóliás, ilyen, ilyen vérőképződéses szövődmények voltak, ami valójában be is bizonyosodott, hogy igen, ilyen van. És akkor eltért, hogy ú, azt a oltás, tromboembólia, meg fogunk halni, és így tovább, és így tovább. De azt például elmondta valaki, hogy a koronavírus fertőzés kapcsán jelentkező tromboembóliás szövődmények száma az négyszerese annak, mint ami az AstraZeneca oltás kapcsán jelentkező szövőd, ugyanilyen tromboembóliás szövődmény. Ami azt jelenti, hogy nagyobb eséllyel kapok tromboemboliát, ha megkapom a koronavírus fertőzést, mint hogyha csak az AstraZeneca oltást. De ebből a szempontból ugye a klasszikus laikusok által ismert egészségügyi stati statisztika az mindig is egy nagyon gáz dolog. Mert mondjuk 9999-en megkapták az oltást, semmi bajuk nem lett. Nem is lettek covidosok. És hogy ezt kiírta a Facebookra ide-oda, érdekelt ez valakit? Nem. Hát most jól vagyok, köszi, négy oltást kaptam, semmi bajom nincsen. Oh, hello. De valaki kiírta a tízezredik, mert minden tízezerből egy, hogy igen, én amióta megkaptam az oltást, kiullott a hajam, elállt a fülem, kiullottak a fogaim, tele vagyok kiütéssel na akkor jött, hogy az oltás így, meg az oltás úgy, meg az oltás amúgy. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez, ez pont miért itt az oltásoknál jött elő, mert most ha belegondolunk abban, megjelenik egy új gyógyszer. Mondjuk kitaláció, magas vérnyomásra, egy új gyógyszer. És valakinek van magas vérnyomás betegsége, nincsenek sokan Magyarországon, olyan másfél millió. Ez Gyilkos, ugye Igen. Hívjak, hogy... Aki mondjuk szed, van, aki két-három, meg négy gyógyszert is egy gyógyszerkombináció, és mondjuk méri a vérnyomását, és azért ingadozik meg, néha van kiugrás. Csak elmegy a kardiológusához, házóra, és azt mondja, figyeljen, van itt egy tök új gyógyszer, három hete került ki a piacra, tök jók az eredménye, mi lenne a maga négy gyógyszerét lecserélnénk el az egy gyógyszerre. És mit mond a beteg? Doktor, próbáljuk meg. Fölírja neki a gyógyszer, felcsapott farokkal elmegy a patikába, kiváltja a gyógyszert, elkezdi szedni, elkezdi szedni, méri a vérnyomását, vérnyomásnapló, 125 per 75, 125 per 75, 125 per 75. Hát, ó, eszébe jut az, hogy ez a gyógyszer ez három hete került ki a piacra, és hosszú távú hatásairól nem tudunk. Ja, semmi. Ezt párhuzamosan állítva, az abszolút a, 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 igen. Értem, értem, igen. Igen, szóval, hogy ott nincs ilyen morgás, de az oltásnál, oké, okay, persze, hát az oltás az nagyon sok embert érintett. Ugyanis maga... volt a félelem is, nem? Tehát, hogy az ember fél, akkor sok hülyeséget gondol. Igen, csinált, de például ez ez mondjuk a, a Pfizer oltásnál a harmadik fázis, ugye, mielőtt kikerül a gyógyszer a piacra, ez ugye önkéntesek bevonásával zajlik ez a vizsgálat. 40 ezer ember vett részt. Soha a farmakológia történetében nem volt egyetlen egy készítmény sem, ahol ilyen mennyiségű önkéntes lett volna benne a fázis 3-as vizsgálatban. Igen, nagyon nehéz meg hiteles információhoz jutni. Most csak erre egy pillanatra rácsatlakozva, igen, meg talán az is érdekes volt, hogy, a, hogy sokszor mondták az emberek, hogy politikai kérdést csináltak az oltásokból, és ugye. Nagyon. Össze-vissza beszéltek mondjuk a politikusok, csak úgy, amikor most nem az egész világon. Igen, tehát ez mindenhol. Igen, igen volt, ez nem csak nálunk volt. Így, így. most ugye igen. az a baj, hogyha igen. politikusként mondok valamit, ma nagyon nehéz azt mondani, hogy bocsánat, el, ne hallottok, fiúk tévedtem, szóval ezt most úgy szeretném visszaszívni. De hát nem, nem is szoktam is mondani. mondani a politika. Nem is szokta senki de pont, ugye ennek, és akkor ez a kritika érte sokszor. A igen, ráadásul ugye azt nem pont ebbe, hogy egy politikus, az miért nyilatkozik meg erről? Ja, ez egy jó kérdés. Hát nem muszáj, mert ugye mondom már. De, 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 nem, nem az ő területe, mert akkor azt mondja, hogy igen, oltás, itt áll mellettem Ruszvéság Eulália, oltológus, és akkor ő majd, hát el el fog, majd, ő el, majd, ő szépen, el, fogja mondani, hogy ez igen. itt alapvetően miről szól. Én politikus vagyok. Ha az oltológus azt mondja, hogy igen, ezt támogatni kell, akkor nekem, mint politikusnak az lenne a feladatom, hogy ezt akkor politikailag és az étlap jobb oldala szempontjából anyagilag is tudjam valójában megtámogatni. Na, ja, ha, köszönöm, hogyha már elmentünk ebbe az élménybe, azért még mindig van egy ilyen kis ívünk talán, hogy ez a társadalmi kérdések meg, hogy meg egyre nehezebb alapvetően. Valahogy abba egyezhetünk meg, nem, hogy egyre nehezebbek a hétköznapok így a pszichénk számára, és egyre nehezebb a jövőtől való félelem ránk mint a sötét oldal a háborúja van. Ránk borul, ez a sok-sok probléma, igen. és akkor innen már könnyű elmenni. Mondjuk téti... azt, hogy az erő legyen <laughs> <van>. vele. <laughs> az erő, igen <laughs> Ja, <Jó>, de tényleg <laughs> mondom, hogy mérnöfosz, mérnöfosz, csak nem rá, ja. Igen, ó, <laughs> oh, akkor jó, hogy szóba hoztam. Így de van. Tényleg véletlen <laughs> volt, nem vettem ezt Igen. Igen, hogy így ebben a meg, meg van egy ilyen nagyon nagy dezinformációs közeg. Most egy picit visszatérve egy kicsit a függőségekre, meg hogyha már dezinformáció. Ez a legfontosabb, bocsánat, hogy megint közbevágok. Én nagyon sokszor szoktam ugye, gond, beszélgető partnerem még közbevágni. Ugye szintén a Davoszi Világazdasági Fórumon csináltak két előrejelzést. Az egyik egy rövid távú, két éves, a másik egy hosszú távú, egy tíz éves, ami idézélve a földről tulajdonképpen rólunk szól. És a rövid távú előrejelzése kapcsán a legkomolyabb veszélynek pontosan a hamis információkat és a dezinformációkat tették be. És akkor utána jött az id rendkívüli időjárás, és így tovább, és Háború, így tört, hogy ez, ez volt, ami, ami ugye, és hát gondoljunk bele, Amerikában például elnökválasztás lesz novemberben. Hát igen. Nálunk is lesznek választások, az Unióba is lesznek választások, ami azért az elkövetkező néhány évben nagyon sok mindent meg fog tudni határozni, hogy milyen lesz ugye ott az összetétel, milyen frakciók lesznek, milyen lesz az Uniónak tulajdonképpen a politikája. És ha annak idején Putyint róljai is tudták befolyásolni ugyebár a, a, a választásokat, Hát és tudod, hát Trumpot vádolják ugye első körben ezzel 2016-ban, hogy a Facebook az akkor még, Igen. amikor azt hitték, hogy csak egy ilyen kis cicás megosztó platform, Igen. hogy Igen. ezzel az embereket itthogja, befolyásolni. Igen. Én... Szóval ezek, azt gondolom, ez, ez, ez egy roppant-roppant veszély. És nagyon sokan függőség, ugye... Ez... Attól is függnek az emberek, ugye ez a like, ez is egy dopami reakció. Há, hát persze, ugyalúgy... hát így van, hogy akkor posztolok valamit, és akkor nézem, hányan lájkolják, mit kommenteltek hú, basszus, hárman elküldtek az anyámba, és csak ketten mondták azt, hogy te egy nagyon jó fej vagy. Hú, akkor ez így nagyon nem jó, akkor én most szorongok ez ügyben. De hogyha már ez fordítva, hogy bárman jót mondtak, csak ketten küldtek el az anyámba, akkor innentől kezdve. Akkor már, szuper, és akkor már hú, ez de már jó, és akkor igen. 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 Igen, na, és hogyha már dezinformáció, ezzel szeretném megkérdezni, mert ezek az egyetemisták körében is rettetesen terjed, és szerintem az egész világon most a reneszánszát, vagy, vagy nem is tudom, vagy alapvető megszületését éri a pszichodelikumok kora, amikor azt mondják, hogy a Varázsgombától az lsd főleg az ajauszka, dél-amerikai ajauszka túrákig, azért ezekre részt kell venni, ez az embernek felépíti a lelkét, kicseréli a gondolatait, és hogy egy sokkal teljesebb életet lehet élni, akár a függőségekre is jó, a szorongásokra, mindenre. Igen. Mennyire igaz ez? Igen, doldom ez doldom. olyan, mint a csoda múltkor láttam leélő a CBD olajról, hogy ez jó hasmenésre és meg székrekedésre. <gül> jó, gyorsan megy, vagy lassan megy benne. Szóval ezt alapvetően nem értem. Ugye ez a, ez a back to the nature, ugye térünk vissza Igen. a természetes, persze az LSD az nem, mert ugye az egy szintetikusan elajtott anyag, de azért azt alapvetően tudnunk kell, hogy legalább 300 olyan növényfajunk létezik, amelyik tartalmaz valamiféle pszichiaktív anyagot. Mm -hmm. És ebben most, ha a jól ismertek itt a, máknak a, a alkoholégyaitól kezdve, ugye a, az indői kenderben lévő THC-n keresztül, de ugye itt, itt csomó olyan exotikumban, Ha bár ma már ebben a világban nincs olyan exotikum. Szóval ez nem olyan, mint amikor, amikor ugye a, a konkvisztádorok megjelentek, ugye ott Közép-Amerikában, meg Dél-Amerikában, és ugye ott voltak ezek a félmeztelen indiánok, ugye ezek a kis obszidián fegyvereikkel, amire egy ráütött a, a páncéljára, hát széttört ugye az obszidián fegyver, szóval semmi ilyet nem tudott elérni. És akkor, akkor amikor meglőtték egy ekkora pici kis nyilacskával, meglőtték a spanyolt ott a lábán, és akkor kiúszta magába, tesz, hogy ez mi a szar ez, hát most mi bajom lesz. És száz méter múlva ugye már megbénult, és utána három perc meghalt, mert ugye a nyílmérekbe rettenetes és nyílmérekbékának a batraotoxinja, ami ugye egy pici békán legalább olyan mennyiségű toxin van, amelyik akár 10-15 ember halálát is tudja okozni. Szóval ez akkor még ott nekik exotikumnak számított, mert nem találkoztunk vele. Vagy olyan, mint amikor Zsannikot ugye megjelent a dohányjal tulajdonképpen, ugye Európában, hát az is ugye exotikumnak számított. Most ma van exotikum? Nincs. Bármi olyan dolog van, amit nem tudok, beülök, googli, beütöm, már is Pff nyomnak itt a válaszok, ilyen nyelven, olyan nyelven, olyan nyelven. Szóval ma már az exotikumok ebből a szempontból ö, megszűntek. De nagyon érdekes, hogy, hogy próbálnak kísérletezők, már hogy ilyen amatőr kísérletezők, ugye visszanyúlni ugye, azokhoz a szerekhez, amelyek ugye évezeredek óta ugye, részei tulajdonképpen az emberi kultúrának. Igen. Hiszen ugye a szintetikus szerek fogalma az valamikor valami, Sulginnal kezdődött, ugye, aki itt a a, 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 triptaminok, ugye, és az egyéb más szerekből rengeteg mindent, rengeteget állított elős két könyvet is írt, ugye a tikált és a pikált, ahol részletesen leírja bizonyos szerek előállítását, milyen élményeket szerzett belőle, és így tovább, és így tovább. Szóval hogy egyre többen próbálnak így visszanyúlni valójában a természetben. Azt mondom, az, az évezredek óta használjuk. Nagyjából tudom, hogy ez valójában mit okoz. Mert ma, amikor azt mondja valaki, hogy kristály, Hát legalább 60féle kemikália van, ami kristályfanta éven futhat, vagy biofű, ugye több mint 200féle szintetikus marihuána származékokat ismerünk, amelyek akár döntően különböző, nagyon egyszerűen fogalmazva erősségűek, szóval amelyik éppen, valamelyik meg úgy pofánvák, hogy gyakorlatilag felborulsz tőle a második slúg után. Szóval itt is nagyon-nagyon széles a skála, és ezért gondolják sokan, hogy akkor próbáljuk ki ezt a ajavaszkás történetet. Az Ololukét, a Havai Farózsát, és úgy nem akarok tippet Ezt adni. Nem hallottam. Itt ugye a, 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 az egyetemistáknak. Ö, ami igen, ismerjük ezeket a szereket, de mindegyikben potenciálisan benne van az a veszély. Ami például ugye itt a itt a, a legutóbbi ilyen, ilyen, ilyen kapcsán is, ugye innen nem messze megtörtént ugye ezzel a, ezzel a kislányjal, a, ezzel, ja, igen, a, ezzel oké, a, valóvilágos igen. kislányjal, amiről még mindig, mi, igen, még mindig zajlik, még mindig zajlik ugye a, a, az eljárás, most már bírósági szakban van Több ez a dolog, de hogy, hogy, hogy itt azért ezek nagyon rosszul is el tudnak sülni. És előre az az igazság, hogy nem tudjuk megmondani, és ez pont olyan, hogy valaki már 25-ször 25 spanglit elszívott, és tök jó volt mind a 25, és röhögtek, és fú, és színek, fények, hangok, és rastafári, meg pót, ez tök állat, és paffa 26-ra beütnek egy pánikroham, és úgy érzi, hogy rádől a ház, és elkezd okádni tőle, marihuána indukálta a hiperemezés szindróma, ugye ilyen létezik, vagy beleszorul egy drogindukált a pszichózisba, pedig 25-ször tök jól sült el. És pontosan, amikor arról beszélünk, hogy akkor most legalizálni, esetleg, mint hogy ja, a Marihuánát, ugye most ugye Németországban, ugye, ugye beköszöntött, ugye, edgyel. ugye április első évvel ugye bizonyos keretek között, ugye otthon tarthatok növényt, szívhatom, vihetik, stb. hogy is iskolák mellett van. nem kell szívni valami ilyesmi, nem olyan súlyosak ezek a keretek. Igen, igen, de, de alapvetően

Ja, és akkor annak ellenére nem lenne több. Mert ezt is talán egyszer mondta, csak ezen gondolkozom, hogy nem lenne több, akkor a szerhasználó akkor sem, hogyha biztos meg, csak nagyobb lenne a kockázat. Biztos, vagy. hát eset, esetenként jó, talán annyi mondjuk benne lenne, hogy mondjuk ellenőrződható hatóanyag tartalmú szerek ja, lennének kint a piacon, ami ebből a szempontból talán jó. Lehetne utána mondjuk, jövedéki adót fizetni, ami úgy állami bevétel szempontjából jó lenne, és akkor talán az a gigantikus államadóságunk mondjuk egy hangya töknyit talán csökkenne, de hát mondjuk nem ettől kéne várni ugye a megváltás. De úgy lelki szemeim előtt látom mondjuk a, a, magyarországi kenderüntetvények sarkára kitett táblát, hogy Mészáros és Mészáros Kft. Ugye, amelyik ezt az egészet üzemelteti, locsolgatja énekel nekik, és így tovább, és így tovább. Szóval én azt gondolom, hogy először be kéne vezetni az orvosi marihuánát, utána valami fajta dekriminalizáláson gondolkodni, és majd utána lehetne. Itt az, hogy valamit is próbáljunk meg esetenként legalizálni, mondjuk egy tíz év múlva. Egy tíz év múlva, értem. De a társadalom akkor nálunk erre nincs felkészülve. Nincs, abszolút, abszolút nincs. Brá, de más, a, a tiltás ellenben... tiltás az abszolút nem jó, de a felvilágosítás lehet itt a jó. Az az, nem szóval az, az amit működik. És ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a rendőrség is nagyon sokat változott pozitívan. És előttem van a kép, egy olyan húsz évvel ezelőtt Budafok nagy tétény művelődési ház meghívtak kiállítás kábítószer. És akkor beléptem, tiszta sötét minden, két kandeláber és egy bazi nagy koporsó. <laughs> és egy csomó kép az a autóból kilógó gyerekről, aki ugye, mit tudom én, be Én volt ez szívva, ez és kiszállt a kanyarba, mert nem vette be, és így több, és így több. És ahhoz képest most a következő hónapban lesz ugye a, a, bűnmeglőzés, a harmadik bűnmeglőzési expo, amit a rendőrség tart, ami pontosan arról szól, hogy megelőzés, és nem, mert neki is az a célja, hogy most azt a 20 éves gyereket, akinek a, találnak a zsebébe egy ilyen kis félkörömnyi marihuána morzsát, azt most egy írjunk róla 64 oldalt, valomást vegyünk föl, jegyzőkönyvet készül róla, ennyi papír után elküldjük elterelésre, és akkor utána összeszedi azt a néhány pecsétet, akkor mentesülni fog a a kvázi büntetés haló. Szóval a rendőrségnek sem alapvetően ez a célja, hanem sokkal inkább ott is ugye az, hogy egyfajta műmegelőzés történjen, hogy merj és tudjál esetenként nemet mondani. És hazánk van ennek a kultúrája egyszerűen is, meg az alkoholkultúra az viszont kiválóan szárnyal. Tehát, hogy... Hát de kérdés, hogy az mennyire kultúra? Ja, hogy az, hogy az, az alkoholista, aki ugyanannyit iszik, mint mi, csak nem szimpatikus. Ez a, Igen, az az amit azt az az szoktak előzős. mondani. Igen. De én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy, hogy most attól, hogy az a 16 éves gyerek ugye elmegy a buliba, és ott megiszik két sört, meg két fröccsöt. Mert mi ugye annak idén, legalábbis, bocsánat, nem merek több beszámelső személyből beszélni, én annak idén persze, hogy nem ittam meg, én ugye még rendes úttörő voltam, meg rendes kisztag voltam, és hazamentem, és szombaton is tanultunk otthon, Igen. meg egyetemistaként is eszembe nem jutott, hogy én péntek-szombaton buliba menjek, hanem természetesen otthon rögtön már az anatómiát kezdtem elmagolni szeptember harmadikán, meg, meg, a, meg a kémiát, meg a biofizikát, és szó nem volt itt a buliról. Hát dehogy nem. Szóval mi pontosan ugyanolyanok voltunk, mint a mostaniak, csak ugye egy tök más világban nőttünk mi még. fel. Más volt a kínálat? A részben a kínálat is más volt. Meg ugye az elvárások is nagyon-nagyon mások voltak, és pontosan itt jön be az, amit én az előbb mondtam, hogy legalizálás is tíz év, hogy ki kell mennie ugye annak a generációnak, amelyikben én is tartozom, a 60 pluszosok, akik alapvetően ugye a rendszerváltás előtt szocializálódtak, akik számára ugye, ugye a Coca-Cola, mint ugye a, a nyugat mámorító drogja, és a, a marihuána, mint ördögtől való történet, ő, ugye, és az, 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 annak a korosztálynak kell kvázi belőregednie, és most bocsánat, hogy önre mutatok, aki már úgy járt a vég, Ugye, akár a középiskolát, akár az egyetemet, hogy ott a buliba, akkor beleszimatolt az ember a levegőbe, akkor lehet, hogy egy kicsit ilyen kesernyés illatot érzett, és nem azért, mert mondjuk földgyulladt a ház, hanem azért, mert valaki panglizott, és esetleg ő is ebbe beleszívott, és, és ettől még ö, nem lett belőle kvázi leszutyant intravéren használó, aki tarhál, meg stb. stb., és ő mert másképpen fogja ezt az egészet értékelni, mint, mint, az az én korosztályom, aki még ugye rendszerváltás előtt szocializálódó, ördöktől való, kávítószer tűzzel írtani, mindet börtönbe, és lehetőleg mindegyiket felakasztani. Doktor úr, többször tetszett említeni ezt a mértéket. Nagy most le lehet két fröccsöt, meg két sört, el lehet inni a szívni és panglit. Most idézőjelben mondom, jó, nem akarom, hogy ezt mondják. Persze, most hallják. ezt hallják itt a gyerekek. Tud, kérem, de az jött elő itt, a, itt, a, itt, az egyetemen, azt mondták, hogy el lehet szívni, és akkor itt rendezünk egy spangi fesztivált itt, a, itt kint a téren. Na, szóval nem erre gondolok, hanem hogy, hanem hogy hol van ez a határ, hogy tetszik tudni ebbe adni nekünk valamilyen, valamilyen gyakorlati tanácsot? Hát én meg tudom mondani, az, az alapvetően én mindig azt szoktam mondani, hogy ne legyen harmadik. Hát mondjuk vannak ilyen olyan akkora boros poharak, amiben belefér egy üveg vagy akkor... Persze, igen, <laughs> meg van sörös kors és <laughs> <Bukás>, ami literes. <laughs> így van. Igen. Apps, ebbe. De én most itt a normál keretrendszerem belül, belül értem. Viszont az a baj, ugye a kábítószernél ott nem tudok ilyet mondani. És azért nem tudok ilyet mondani, mert ugye amikor az Európai drogmonitorozási Központ, ugye az MCDDA több mint 900 szert monitorozma. És ez egy áttekinthetetlen piac. És ugye, amikor mondjuk én még kezdtem a pályámat, akkor ugye voltak a marihuána használók, voltak ugye a heroinisták, ugye volt néhány kokain használó, az mindig is egy sötét ló volt, ugye rétegszolgáltatásként, ugye itt-ottam ott ilyen úri helyeken, ugye már akkor is sok pénzbe került. Volt néhány amfetamin, ecstasy használó, ketamin, szoszó, volt néhány kísérletező, akik már akkor is ugye, akkor megették a, a varázsgombát, megpróbálták megenni meg ezt a párduzgalócát, esetenként egy-két ilyen növényi hatóanyagot fogyasztgattak mondjuk LSD-t, és így tovább. És, és úgy, 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 úgy körülbelül erről szólt a piac. De ma egy átláthatatlan, hihetetlen mennyiségű, ahol, ahol nem tudod, mi van benne, nem tudod, hányféle hatóanyag van benne, van -e egyáltalán benne hatóanyag, még az a szerencsésebb, akit átvágnak, és mondjuk kap egy olyan tablettát 3000 forint, amiben van mondjuk C-vitamin, meg szőlőcukor, meg esetleg keményítő, mert attól legalább semmi baja nem lesz. De lehet, hogy ugyanebbe a, a tablettába, vagy ugyanezt a tablettát jövő amikor mikor ugyanattól a csávótól megveszem, hogy pontosan ugyanúgy néz ki, akkor van benne mondjuk háromféle hatóanyag. És innentől kezdve ez egy orosz szület és ezért azt tudom mondani, hogy, hogy itt a nulltolerancia lehet az egyedüli, ami elfogadható. Hogyha meg akarja valaki óvni magát. Igen. Igen. Ennek fogalma sincs. És fogalma akkor el... sincs róla, hogy mi van, mi van, benne abba a kis tablettába, abba a kis porba. Még azt, hogy kap egy növényi törvényeket, és az megszagolja, és érzi rajta, hogy mondjuk itt marihuána, akkor oké, de hát ugye annak idén ugye a, a spangli hatóanyag tartalma 2% volt, vagy három. Ma húsz. Az, ja, és, és azért, az, azért az az majd átlagos. És vannak ma már olyan, olyan GMO technikával kifejlesztett növények, hol majd 40%-os tartalom. Értem, és akkor a rendszerességről esetleg, mert hogyha most akár már az alkoholnál mondjuk azt azért mondani, hogy akkor mondjuk ne legyen harmadik. Milyen rendszer? Jó, de, de ez, hogyha minden arraik. nap, ha minden nap is Na, okay. a kettőt, az ott az, az már kicsit kicsit. De hétvégén kicsit a péntek, szombat, az még oké? Okay, Alapvetően ettől én úgy gondolom, hogy nem fog, nem fog bedőlni a világ. Szóval ettől ő még elélhet 250 éves koráig is. Ja. Jó szerével. Világos. De mondjuk kábítószerből tényleg azt tudom mondani, hogy ne, nem érdemes kockáztatni. Nem tudom, hogy miért. És most nem azért, mert hogy most megbüntetnek, meg börtönbe kerülök. Mégis ezzel nem tudod, hogy hogy reagálsz rá. Nem tudod, hogy mi van benne, nem tudod, hogy az mit fog okozni, akár pszichésen, akár fizikálisan. Szóval ebből a szempontból a nulltalancia az egyedüli, amelyik mondjuk segíthet. Világos. Köszönöm, és mit tudnám, nekem mondjuk most született nem régen egy kislányom, hogy csak hogy aktuális legyen a kérdés, mondjuk erre, hogyha szeretném megóvni, mit javasolna szülőknek, akik mondjuk most kamaszokkal foglalkoznak, vagy kamasz gyerekeik vannak? Vagy, vagy kisebb kamaszok. Mit mit lehet csinálni egy olyan világban, ahol gyakorlatilag... Beszélgetni vele, kommunikálni vele. Ennyi? Aha, nagyon sokat. Merni, merni vele kommunikálni. Ö, és olyan dolgokról, ami, ami az ő világa, ne az, ami a mi világunk. Na és akkor itt egy nagyon nehéz szülői feladat, hogy hogyan tudok csatlakozni hát, a gyerekemhez. Meg kell, hogy mi az, ami őt érdekli, mi az, amit hallgat, mi az, amiket olvas, mi az, amiről kommunikálnak, milyen játékokat játszanak. Hát most jó régen ez nem volt nehéz, mert ugye volt a gazdálkodjukosan, meg jávázni lehetett, meg elektromos fémépítő volt, szóval, de ha belegondolunk abba, hogy mondjuk négy-öt generációval ezelőtt az, hogy mondjuk egy akkori szülő és a gyereknek az élete között tulajdonképpen semmi különbség nem volt az égé a világon. Mert amiben a szülő fölnőtt, ugyanabban nőtt föl a gyerek, lehet, hogy föltalálták közben a gőzgépet, és ez picit javított, meg a lóvasút már elindult, de olyan nagy különbség nem volt. Ma, hát a mikrofon, doktor, ja, bocsánat, ma, ma hogyha, ma, hogyha, belegondol az ember abba, hogy mondjuk egy, egy 22-23 éves azt mondja, hogy nem értem ezt a 17 éveseket. És van közöttük 5-6 évkor különbség. És akkor mit mondjon egy szülő, ahol mondjuk van 25-30 évkor különbség a saját gyerekek között. Szóval, hogy, hogy egyre nagyobb lesz ez a szakadék, ugye a szülőt a gyerektől el fogja választani. És ugye pontosan az, amiről beszélt, ön is ugye ez az információ mennyiség, úgy rázúdul tulajdonképpen az emberre, és én például a, a, a saját fiamnak, még amíg itthon voltak, mert ugye kint élnek külföldön, és kint is dolgoznak, egyszerűen nem tudtam újat mondani, hogy te figyelj, én ezt olvastam, azt mondja, tudom, hallottam róla. Hát, Szóval hihetetlen módon más világban őnek őt föl, hihetetlen módon jobban tudnak szintetizálni, egy csomó információt valójában befogadni, és erre mi nem biztos, hogy alkalmasok vagyunk. Mert mi nem ebben szocializálott. Én. A újabb generációk azért már más. Hát ön, ön azért már a, ugye az internet gyermeke, hát ön már ugye úgy volt fiatal, hogy azért használt internetet. Először még csak azt a betárcsázósat, és nem tudtuk otthon, hogy mit jó, kell csinálni vele, de igen. De igen, volt. -es de, menök, volt igen, de jó, volt. Nem, volt hát igen. az ember visszaemlékszik, hogy annó, mondjuk akár egy szakdolgozat, vagy akár egy PhD megírása, az az volt, hogy az ember bevetette magát a könyvtárba, és három hónapig ugye leszette föntről a Journal of, lefújta róla, ezért föllapozta, 25-ször elvágta az ujját, az a fránya papír, <laughs> ugye, mert az jó éles, megpróbálta megbeszélni a könyvtáros nővel, hogy, hogy Marika, kistenci leszhetem ezt a, ezt a cikket, és akkor valamit ott próbál bőle kiedzetelni, stb. 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 Ma ugyanezt a kvázi kutatómunkát otthon, íróasztal, három nap, mackó ruhába, kényelmesen, magam tett vizével, kávéval, dohányzó eszközzel, stb. stb. ugyanezt az ember ugye el tudja intézni. Szóval hihetetlen módon nagyon-nagyon pörgött a világ, és ez, ez óriás, hát ez, ez rengeteg időt megtölt az embernek spórolni, ugye, mert beszaladt, dolgozott, akkor végig négykor eljöttem, ú, még akkor hatig nyitva lesz a könyvtár, akkor még odarohant, fölmászott a létrára, izép előszette, hazamegyek, ha azt ha akarok hajnali, háromig ülök a gép mellett, és akkor nézem, hogy éppen mi. Hát, de ugye maga az információ is, ugye az orvosi szakirodalom, hét havonta megduplázódik. Ja, igen, hát Ami azt az az jelenti, hogy amikor az ember végez az orvosiskolába, akkor hogy nagyjából tudja, hogy hol tart a radiológia, az onkológia, fülorgégészet, szemészet. Most gőzöm nincsen róla. mandula műtét. ennyi. De hogy most ott milyen belső fül operációk vannak, és így tovább. Az ember igyekszik a saját szakterületén, ha up to date maradni, már az is elég komoly talpalást tud valójában jelenteni. Nem, hogy azt mondja, hogy akkor, na most akkor, hogy ez a robotsebészet, ez, ez hogy, hogyan is van? Hogy akkor most a robot operál, vagy, vagy, vagy micsoda? Mert, mert egyszerűen nincs idő arra, hogy az ember ebbe nem is, hogy elmélyedjen, de hogy ugye, a, ugye a felületét megkarcolja ezeknek a dolgoknak. Köszönöm. Doktor úr, hogy így a vége felé érünk, és egy, egy, egy kérdést szeretnék föltenni, ez most fogalmazódott hogy meg bennem, ahogy mi beszélgettünk a mai napon, hogy nagyon sokszor tetszett fölhívni a figyelmet ma a társadalmi problémákra, arra, hogy dezinformációs közegben élünk, hogy ez mekkora veszély, hogy ott Végem. van egy X-vírus, hogy ott van egy, ott van, és, hogy és ez nyilvánvalóan a szakterületével, vagy hát ezzel a, a mondjuk a, 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 szerhasználat, az egy, egy közeli téma, hiszen könnyen esnek bele az emberek ebbe. Viszont egy kérdésem, hadd legyen önhöz, és most ez egy ha már elrugaszkodtunk így elég sok fele, és ez egy elég színes palettát ölel fel ez a beszélgetés, mit gondol ön a világról? Mi fog itt történni? Mert nagyon sok problémát föl tetszett emlegetni. Milyen irányba megyünk? Happy end lesz ennek a vége? Van esélyünk a happy endre? Én azt gondolom, hogy van, nekünk nagyon-nagyon sokat kéne változnunk. Mint emberiségnek. Mint, mint, mint akár emberiségnek, de ha megnézzük, ugye akár saját országunkat, és most ne, ne, a politikára gondoljon, hogy akkor most bizé, mit éneklünk, meg milyen színűek vagyunk, szó nincs róla. De például gondoljon bele a magyar lakosság általános egészségügyi állapotába. Ha megnézzük ugye azokat a statisztikákat, amelyek ugye arról szólnak, hogy átlagéletkor, halálozás, 60 év fölötti én legalább két krónikus betegséggel bírók, tagantos betegségek előfordulása, szűrővizsgálatokon való megjelenés, elhízás, és így tovább, és így tovább. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország az előbb említettekből az egyik legrosszabb, és van, a legrosszabb eredményt tudja felmutatni az Európai Unióba. Ami annyit jelent, hogy nem csak a mentális egészségi állapotunk rossz, hanem a fizikai egészségi állapotunk is retteltesen rossz. Miért kell például Magyarországon évente 400 őnek meghalni a méhnyakrákba? Amikor a ugyanezt lakosság számra mondjuk egy millió lakos lebontjuk, mondjuk egy észak-európai ország, mondjuk Svédország, ennek a 10%-át tudja csak felmutatni. Nem megyünk el például szűrővizsgálatokra. Nem foglalkozunk ezzel. Vagy még ha foglalkozunk is vele, biztos, hogy fog tudni időpontot kapni, ha most itt bevezne, ön is mondjuk a, itt a, az STKB, és azt mondja, hogy jó, hát még nem vagyok annyi idős, de hát mondjuk szeretnék egy prostata szűrővizsgálatot. Vagy elmenne a házi orvos, és azt mondja, hogy hát nézzük már egy vastagbélek szűrővizsgálatot. Nem akarom magam meg megkolonoszkopizáltatni, de mondjuk egy, egy székletvéber, ugye vér, vérvizsgálatot nézzünk ugye a székletbe, hogy egyáltalán kapna rá időpontot, mikorra kapna rá időpontot. És ha megvolt a szűrése, akkor azt mondja, hogy oké, okay, ez volt most 2024, mit tudom én, április 23-a, mert akkor a időpont, akkor most 2025 tavaszára szeretnék egy időpontot kérni. Amit én beírok a naptáromba, mert hogy legyen, meg tudjam, mert hogy ezt évenként ezt a szűrővizsgátot Kapna ön 2025 március, áprilisára most egy időpontot? Lehezen. Lehet, hogy egyáltalán nem. És ezeket nem érti az ember, hogy miért, mert ez alapvetően nem egy orvos szakmai kérdés, hanem ez egy, ami ez egy számítógép, meg akár egy program kell, hogy, hogy ez az egész történet működjön. Vagy például ez az utóbbi időben ez az egyik kedvenc veszőparipám, ugye az igazi közszolgálatiság. Hogy látott ön már például olyan óriás plakátot, amire az van kiírva, voltál méhnyakrák szűrésen, emlőrák szűrésen, bérák szűrése, proszta. És ott, ott állna mondjuk a, a, az emlő és a, a, a méhnyakrák mondjuk egy 40-50 év közötti ismert színésznő, akit mondjuk szeret az ország. És akkor, péld, és akkor mindig ott jövök el ezelőtt az, az óriás plakát előtt, és mindig ott mosolyog rám a, a művésznő, és megkérdezi, hogy voltam-e. Érek egy időpontot. A franc egye meg, hát most már 24 szére vonulok itt el előtt, tehát most már tényleg odafigyelek. Vagy ugyanez mondjuk egy férfibe, ahol egy tényleg valami ismert, mint, mint sportoló azt mondaná, és így megszólítana téged, hogy voltál? És akkor előbb-utóbb csak azt mondanád, hogy no, basszusát kérek egy időpontot. És ez az igazság. Hol szó, itt a valóság. happy end, doktor úr? Mert ö, a kérdés, amikor elkezdődött... Alapvetően, alapvetően <laughs> szerintem... On, on, onnan, onnan indult ki, Igen. Hogy, Igen. hogy lehetne happy end, csak nem látom most Igen, ég, hogy Igen. A szerintem lehetne happy end, hogyha mondjuk meg tudnánk azt csinálni, hogy mondjuk a rászorulók lefogynának 15 kilót. Ha mondjuk kevesebb alkoholt fogyasztanánk, és ez nem azt jelenti, hogy akkor most mindenki legyen abszidens, szó nincs róla. Hétvégén nyugodtan, hogy azután a jó pacal után meg lehet inni azt a két fröccsöt, mert semmi baj nem fog történni, meg ha a gyerekek elmennek bulizni, akkor nyugodtan ők is igyák meg azt a két sört, mert attól semmi baj nem lesz. Próbáljunk meg kevesebbet dohányozni, mozogjunk egy kicsit többet, jobban figyeljünk oda magunkra, és akkor talán elkészülhetne egy olyan film, aminek az lenne a címe, hogy Egészséges Magyarország. De egyelőre még ez alá az lenne írva, hogy XY legújabb science fictionje. Köszönjük szépen. Köszönöm, a legjobb végszó volt, amit valaha lehetett. Doktor úr, nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm a meghívást. Tényleg, igazán nagyon köszönjük. Az egészségtudományi kar így élünk podcastjében. Az Aher Gábor volt a vendégünk és mindenkit szeretnék megkérni rá, hogy iratkozzon föl, meg lájkoljon, meg hagyjon mindenféle kommentet, ez alatt a és azt szerintem lehet hagyni kommentet, hogyha valaki nagyon szeretne. És köszönjük még egyszer a megtisztelő figyelmet, szervusztok, sziasztok!